Üdvözlöm a kedves televíziónézőket! A Profit című gazdasági magazinműsor mai adásában méhészkedni fogunk. A Bíró család fog minket kalauzolni. Tartsanak velünk! Milyen óvi intézkedésekkel kezditek a munkát, például a pergetést? Hát a pergetéskor is azban a legrosszabb a méhésznek ugye a méhcsipés. Kismértékben a méhcsipés nagyon egészséges, mert serkente a vérkénke, higítja a vért, kevesebb az esély az embernek a trombózishoz, az izületekre nagyon jótékony hatása van, de azért nagy mértékben azért kicsikét csontritkulást is okozhat. Úgyhogy törekszünk azért kicsit védekezni tőle, az egyetlen, ami van védőeszközünk, az a ruha és a füstölő, ami na, kicsit szűzítja a méheket, mert mintha a tűz lenne, és akkor ők mennek, szívják fel a méhészt, és akkor nem támadnak annyira, nem annyira agresszívak. Úgyhogy mindenképpen javasolt beöltözni. Aki méhészkedéssel akar foglalkozni, az alapeszköz egy füstölő, egy kaptárszolga és egy jó méhészruha. Akkor kezdjünk hozzá. Na, öltözünk befelé, és akkor indítsuk lassan a pergetést. Most perc alatt nézzük, hogy mit tudtak hordani az áfonyáról, mert nagyon rossz volt az idő, nagyon sok volt az eső, nem tudtak kimenni a kaptárból a méhek. Na hát eléggé az idei méze kapcsán eléggé gyenge, de nézzük, amit tudunk, elveszünk tőlük. Föl, teheted ide is. Ez egy rakodós kaptár, itt külön van a méztér és külön van a fészek. Most soknak számít, vagy kevésnek ez a méh mennyiség, amennyi most itt van? Vagy? Ez most az benne a lényeg, hogy ez olyan nem olyan túl erős család volt, tavasz eléggé nehezen indult befelé, de mindjárt megnézzük, hogy mit hordott. Egy kicsike mézük van. Ez mennyi idő alatt hordták össze? Ez úgy egy hónapja, egy hónap alatt ennyit hordtak össze. Méheket lesöpörjük. Ilyenkor lesznek mérgesek, igaz? Hát egy kicsikét, mert amiért dolgoztak, a szépen most elveszük tőlük. Hány méhcsipet meg eddig, vagy naponta hány méhcsip meg, vagy hogy leszámolod egyáltalán a méhcsipéseket? Nem szoktam számolni. Az átlag az, hogyha méhészkedek egész nap, az 50-70 darab, de beakad a 100 is. Napi 50-70 méhcsipés. Így van. Az azért már több, mint az egészséges, igaz? Hát egy kicsit több. Két családdal indítottam, most 250-270 méh családom van per pillanat, és törekszek még fejleszteni. Az méhészek között soknak számít? Hát most már úgy vagyunk vele, régebben, akinek volt 40 család méhe, az már nagy méhész volt. Most, akinek nincsen legalább 100 család, az csak a hobbi méhész. És minél tovább, az annál jobban kell fejleszteni, mert Magyarországon a nagy méhészek az már 500 család fölött vannak. Csak az is, hogy na, méhészkedés is nagyon úgy tenn nálunk, kicsit nem a mézre, vagy inkább a méh család eladásra. Az a biztos bejövetel. Mert méz egy éven van, utána 2-3 évig nincsen. De eladott tavasz a méh családokat, akkor tudod, már biztos bevételed megvan egész évre. Ezt a mézet, ha fogalmazhatunk így, honnan hordták össze? Tehát honnan? Itt van egy 40 hektáros áfonyás, és itt ez az áfonyás méz lesz. Ez áfonyáról van hordva. Itt a beporzásra hoztuk ide ki ezt a méhészetet. 2x7 család, itt van 7, meg ott a másik sarkában szintén van 7 család, hogy beporozzák, hogy legyen normális áfonya termésük. Ez most egy nagyon jó minőségű, prémium kategóriájú áfonyás méz kell, hogy legyen. Hány méh van egy kaptárban körülbelül? Hú, változó. Olyan 8 és 20 ezer között. A család erősségétől függő. Védőkesztyűt nem használsz? Használok, de nagyon-nagyon ritkán, csak hogyha nagyon-nagyon agresszív a család. Ezek a viszonylag nyugodt családok. Meg védőkesztyűben nem kényelmes a munka. Az ember nem tud dolgozni, nem tudja az anyát megfogni. Ez egy anyarács, és itt alul van a fészek. Itt fejlődik a család. Ez a méh zúgás gondolom már visszacseng a füledbe alvás közben is. Hát sokszor van. Van egy jellegzetes zúgó hangja. Ezt a keretet nem régen kapták, az anya még nem tojta be. Persze. Itt már a fészek van, itt már a méhek. Ez egy fias keret. Ez látványnak se rossz. Meddig maradnak itt ezek a kaptárak az áfonyás közepén? Hát már itt ott az áfonya majdnem elvirított, még egy néhány nap itt, max. Egy hétig itt lesznek, aztán mennek haza, ellenőrzés, hogy megjön minden családba az anya, és aztán pedig nem tudom, hol fogok vinni, ha minden jól lehet, talán kivisszük, nem tudom, minden jó terv szerint a grecskára, a grecskaföldre.
még ott még azt pontosítani kell a gazdákkal, hogy mikor indítsa a grecska virágzást. Jaj, de jó csíptek. Első mai csípés? Első, igen, ez még csak az első. Meg lehet szokni a sok mély csípés? Meg, de mindegyik úgy fáj, mint az első. Hú, itt aztán van. Itt van, van egy bölcső, már rajozni akar ez a család. Leveszem. Az egy bölcső? Igen, ez egy anyabölcső. És az mit jelent pontosan? Az, hogy keves nekik a hely, és akkor ők úgy van, érzik, hogy már nem tudják tovább tágítani a fészket, hova tovább fejlődni, akkor fele család kimegy. Régi anya elrepül, és egy új anyát nevelnek. Szintén itt van egy kicsike. Anya bölcső. Ez természetes úton itt szaporodnak ők. De ezeket letörött, tehát nem hagyod. Persze mindenképp nem hagyom, hogy elmegyenek, mert na, nem biztos, hogy megtalálom őket, hogy hova repülnek. Főleg, hogyha nem vagyok itt. Ilyenkor mérgesek, gondolom, amikor letöröd a bölcsőiket. Annyira nem veszik észre. Emberre mennyire veszélyesek ezek a méhek? Hát a méhek egyáltalán nem, aki allergiás rá, annak nem tesz jót, mert akkor az egyből vinni kell be kórházba injekcióra. De vannak emberek, akik nagyon allergiások rá. De így a méh csipés nem. A méhecske sajnos 2 órán belül elpusztul. Csipés után, igen? Csipés után, így van. Hülyezem, mennyi sok bölcső van. De az ember túléli. Ezen hatalmas bölcsők vannak, így valóban. Van. Ez a természetes szaporodásuk. A bölcsőben lévő pempő, az nagyon jódékony hatású a szervezetre. Nem gyűjtöd össze őket? Nem, azt otthon szoktuk, az három nap után kell kiszedni. Ezek már érettebb bölcsök, ezek 4-5 naposok. Ez már, ami be van fedve, ez már 6. nap. Rákos betegeknek sokszor szokták az orvosok kiírni, meg nagyon-nagyon sok mindenre jó. Maga a mély pempő, szolgál a mély anya. Ez egy tavalyi anya. Miben különbözik, hogy milyen színű az anya? Rózsaszint is láttunk ma, van, már zöld is. Van többféle, van 5 színünk. Úgy jön ki, hogy 5 éven keresztül folyamatosan, így, mint a 7 napja változik, ugyanúgy változik az anyának a színe is. Van zöld, piros, fehér, kék, sárga, mert azt mondaná, az anyák 3 évig jó tojnak. 3 év után kötelező őket lecserélni, mert utána nem úgy tojik már. Mert a mély anya az olyan, hogy egyszer kirepül a fészekből, bepárzik, és egy életen keresztül benne van a fészekben, és csak tojik és tojik. Megállás nélkül, akár naponta 2000 tojást is. Na, itt befejeztük, megyünk a következő helyszínre, a másik helyen a másik hét kaptárt kipergetjük, és akkor haladunk a váriba, az akácmézre. Ezekben a kaptárakban agresszívabb méhek találhatóak, úgy fogalmaztál. Így van, ezek egy kicsit jobban csípnek, mert inkább ez a szényevéri típusú, nem vocskóiak. Ezek nem kedvelik annyira az embereket. Akkor ők csípnek gyakrabban meg téged is. Így van, így van. Hosszállítottam is idefelé, nem hoztam méhés sapkát, amikor kinyitottam őket, hát 6 darab ragadt egyszer a fejembe. Hogyan szállítod a méheket? Hát az, vagy a buszba bepakoljuk, vagy pedig van direkt utánfutónk. Felrúgjuk a kaptárokat utánfutó. Egy kaptárostól beteszed? Kaptáros mindenki, és spaniferre lekötözzük, és akkor úgy lehet nyugodtan éjszaka szállítani, mert nappal nem, mert nappal ők kim vannak a mezőn. Csak éjszaka szállítható a méhek. Igen, egyre izgatottabbak, ahogy veszed ki egyesével a lemezeket, egyre izgatottabbak a méhek is. Most kim vannak jóformán mind. Kaptárban alig van népesség. Most kezdődik a java, fiúk. Most megyünk a fészekhez. Egyébként hogyan nem ajánlottam, még kaptál közelébe jönni? Ha jól tudom, akkor se parfüm, se semmi ilyesmi. Se parfüm, se alkohol, az ilyen szagok nagyon-nagyon agresszivitás okoz a méhek szempontjából. De ezek parfüm nélkül is jó csípnek. Az agresszívabb méhek, ezek ügyesebbek is? Több mézet is ez hordanak nem, össze? Nem. Vagy szerintem ez nincs összefüggésbe? Itt van az anya. Ha megfigyeled, ez nincsen megjegyezve, de sikos anya, nem fekete, hanem ilyen gesztenye barna csík van benne. Méretre sokkal nagyobb, igen, érdekes. Ez más, teljesen más faj. Mennyi az értéke egyébként egy ilyen családnak, vagy egy ilyen kaptárnak? Hát a családnak most per pillanat az idén nagyon lement az ára, mert nagyon gyenge a kereslet rá. Olyan 850 grivnya környékén, mert indult olyan 1100-ról, 1000 grivnyáról, és lement egész 850-ig, de az csak tavasszal ment.
az ukrán húsvétig. Az ukrán húsvétig jóformán mindenki felvásárolta, amennyi, aki akart, és utána húsvét után már nagyon teljesen. Aki nem adta el húsvétig, húsvét után rajta maradt. És egy ilyen kaptár, egy méhcsalád mennyi mézet tud nektek termelni körülbelül? Az időjűtő változik, nálunk Kárpátalján sok méz nincsen, az is sokkal minőségibb a méz, mint ami bent belső Ukrajnából, mert belső Ukrajnából olyan 60-70 kg mézet is kipergetnek egy családtól. Én ha kiveszek 3 litert, akkor örülök neki. Van különbség, igen. Van különbség. Sokkal minőségibb ez a méz, és sokkal jótékonyabb hatása van a szervezetre, mint az a méz, mert ott nagyon rengeteg sok méz van, de nincsen úgy átdolgozva. A méhek nem dolgozzák úgy át. Ők csak meghordják, a méhészek kivették tőle, és kész. Azért nagyon sokan a Beregszázados piac mellett egy bácsi árul, a Herszonban van neki valami rokonja, ő küldi neki a mézet és adja a mézet elég olcsó áron, de az minősége meg se közelítheti azt, ami itten a kárpátai méz. Azért több turista is folyamatosan rendel tőlem és postázom nekik a mézet. Így a mezőgazdasági szereplők közül azért nem a legkönnyebb ágazat ez a méhészet? Hát nem nehéz munka, csak bírni kell a csípést. A fájdalmat? Az biztos. Már egy is megcsíp nagyon fáj, de ha beszorzok 50-70-nel, az na, kicsit durva. De változó az időtű is függ, hogyha milyen az idő, mert most ilyen napos időben nem csípnek. Amikor ilyen borús az idő... Akkor most szerencsénk van. Most nagyon igen. Akkor minden méhecske a kaptárban, az idősebb méhek is, és azok sokkal agresszívak, mint a fiatalabbak. Ezek már üresek. Ezt a rendszerű kaptárt nem régen hoztam, tavasszal vettem Husztról egy méhészetet meg. Ott voltak ilyen rakodó kaptárok, eddig csak fekvő kaptárokkal dolgoztam, de ez jobban tetszik, sokkal jobban mézelésre megfelel ez a típusú kaptár. Itt külön van a fészek, és külön van a méztér. Hű, serénkednek rajta. Itt már az anya betolta szépen. Gyönyörű szű fias keret. Látványra is szép, igen, az a sok méh. Ezekből a kaptárokból a család nem lett el, mert eladjuk a családokat, az erejét a családnak eladjuk, és akkor méz nem nagyon lehet várni. Főleg, ha ilyen, mint az idei év, hogy csak eső, az egész szakátot az eső elmosta. Méhek bendültek a kaptárba, még azt a maradék tartalékot is felemésztették, ami volt nekik. 2-3 nap tudták az szakátot hordani, aztán megint bendültek egy hétig. Itt most mezőgazdasági földekkel vagy körbevéve ez a néhány kaptár. Mennyire okoz problémát például időközönként, amikor permetezik nagy tételben hatalmas földmennyiségeket a helikopterről vagy repülőgépről? Mennyire okoz a méhészeknek gondot a permetezés a mezőgazdasági földterületeknek? Permetezés nagy gondot okoz. A nagyobb cégek azok permeteznek olyan vegyszerekkel, ami nagyon-nagyon káros a méhekre. A kisebb mezőgazdaság, a kisebb termelők, azok ilyen erősebb vegyszereket nem használnak, meg nem permeteznek annyiszorra. A kukoricát az árulcsikék 17-szer permetezi egy évbe. A legveszélyesebb az, amikor tavasszal virít a kökénybokor, és mellette fújják a földeket, és a méhek a kökénybokorról a nektárra behordják a mérget a kaptárba. Akkor nagyon nagy hullások voltak az idén is. Bátyúba, Feri bácsinál rengeteg méh vedérszámra szedte össze fel a kaptár elől sok döglött méhet. Ugyanúgy hulltak Szernyén, Csongoron, Rafajnán. Jelentették a fiúk nekem, hogy hullás van, hogy elég nagy problémát. Több méhét nem tudta a családokat eladni tavasszal, annyira legyengültek a méhek, hogy nem volt miből eladni. És mi lehetne a megoldás, vagy hogyan lehetne kivédeni ezeket? Hát ez az egész országon, mert Ukrajnában is fent nagyon-nagyon nagy probléma ez a mérgezések, mert nagyon sok károkat okoz a méhészeknek, és nem tudnak vele semmit csinálni, mert ezeknek a cégeknek olyan ügyvédei vannak, hogy nagyon nehéz őket megtámadni. Említetted korábban a mobil kaptárakat, az mennyire lehet megoldás, vagy hogyan működhetne? Az benne a lényeg, hogy a kaptárokat, hogyha felrakni platformákra, és folyamatosan szállítani, az kicsit könnyít rajta, mert ha jeleznek, hogy igen, permetezés lesz, akkor én egy éjszakán belül a méhészetet ennél le tudom szállítani. És az is rengeteg üzemanyagköltség, plusz munka, meg sok belefektetés. Tavaly előtt ittem, Gecsébe lepermetezték a méheket, na ott kompenzálták a méhészeket, na 200 grimnyát családonként, de na, az a veszteséghez képest olyan 5%-át érítették meg. De akkor is úgy, hogy a vállalkozó szövetségétől ki lett hivatva a cégnek a képviselője, és na, komolyan el lett vele beszélgetve, ügyvédek keresztül, és úgy nagy nehezen kis kompenzálást kaptak a méhészek. De hát az is, az se ér sokat, vagy? Na, semmitől jobb. Az idén egy német cég szintén ott lepermetezte, ígérte, hogy kompenzálja, mai napig fizeti kifele. És ott nagyon szintén nagyon nagy pusztulások voltak.
Azban olyan méregekkel dolgoznak, ami 2-3 napon belül felbomlik, és nem lehet kimutatni a laborba. Hány szűrésen megy keresztül a méz, ameddig például a üvegekbe kerül? Hát most per pillanat 2 szűrőn megy keresztül, egy nagyobb, egy durvább és egy kisebben. Aztán pedig 2 nap múlva feladja felül a virágport, meg az ilyen kis apróbbak, azt leszedjük, és utána megy csak üvegelésre, 2-3 nap múlva. De ez így természetesen fogyasztható lesz, tehát ez nem kerül semmilyen más folyamat. A méz az a méhész csak a munkáját adja meg a lelkét, más semmit. Már ha beletesznek valamit a mézbe, azt már nem mondható méznek. Kikerültek a keretek a kaptárakból, mi az első teendő ilyenkor? Igen, a legelső teendő az, hogy a lépfedelet leszedjük a mézes kereteknek a tetejéről. Nagyon jól néz ki, és mi lesz velük, belőlük mi készül? Ebből a lépfedélből különböző, hát ez is ehető, fogyasztható, és nagyon jó torokfájásra, meg ilyen száj és légúti betegségekre, mivel hosszan tartva lehet rágni, mint egy rágógumit. És úgy kifejtheti jótékony hatását. Ezt a lépfedelet, ez teljesen természetes anyag, ezt maguk a méhek építették a keretre. Ebbe sokkal több vitamin van, ebbe a lépfedélbe, mint például a lépesmézbe magába. Ez a teteje sokkal több. Akkor ez tényleg értékes. Tartalmaz. Igen. Ez egy értékes anyag. Ki szoktuk üvegelni, és a boltba elvisszük, vagy fesztiválokon is szoktuk árulni, és szeretik az emberek megvenni. Egyszerre 4 keret fér a pergetőbe, igaz? Igen, egyszerre 4 keret. Azért fedik be ezeket a kereteket lépfedéllel a méhek, mert télére elraktározzák, vagy például olyan időszakra, amikor nekik nem lesz elég eleségük. Úgyhogy ez úgy jön ki, hogy ők félre rakják. És most elkezdtük pergetni. Mennyi időt vesz igénybe például egy ilyen keretnek, 4 keretnek a kipergetése, egy ilyen folyamat? Hát egy percet kb. Vagy 2-t. Tehát ez gyorsan megy? Igen, ez így gyorsan megy. És minden mézet leperget róla? Lecsepeg, hát lefolyik róla? Hát egy minimális mennyiséget láthatóan hagy benne, de viszont nem vész kárba, mert a méhek majd megeszik, vagy újra beteszik a sejtekbe. Inkább sokkal több időt vesz igénybe, amíg leszedjük a lépfedelet a mézekről. Ez már üres. Mehet vissza a kaptárba? Igen, ez már mehet vissza a kaptárba. Mióta foglalkozik a család méhészkedéssel? Hát egy olyan 7 éve körülbelül. Egy 7 éve kezdtük el, 2 családról, és így felfejlődtünk. Most már, ugye, több ágazatban is foglalkozunk vele. Akkor ez a fő megélhetése a családnak? Tehát ezzel, ez 24 órában ezzel foglalkoztok? Igen, most már elmondhatjuk, hogy ez... rengeteg időre volt szükség, sokat tanultunk a saját bajunkból, amíg megszoktuk, megtanultuk. Eleinte fájtak a csípések, féltünk tőlük, de belejöttünk. És most már az egész család szereti, a gyerekek sem félnek, mi sem, úgyhogy. De vannak jobb és rosszabb napok, az időjárástól függ, hogy milyen a méhészkedés, meg hogy mennyire csípnek. Ha borúsabb az idő, akkor kapunk, akkor csípnek. Ha jó idő van, mint például ma, akkor jó napunk van. Nekem a méhészkedés, maga a méhészkedés egyik legkedvencebb szakasza, nekem ez a mézpergetés. Hát ilyenkor aratjátok le a gyümölcsét idézőjelben, ugye ilyenkor konkrétan lecsepeg a méz, amit már... Eznek, amit most kipergetünk, még otthon 1-2 napig állni kell, és csak utána lesz fogyasztható. Szépen megtisztul, most még egy kicsit zavaros a színe.
Ugye szigorúan adalék anyagmentes, tehát ez csak, igen, csak két szűrésen átesik. És így, ahogy kivettük a kaptárból, ez így megy az üvegekbe, és így a piacra. Úgyhogy nem teszünk bele semmit, de amúgy a méz olyan, hogy ki is dobná magából, mert mindent feldob a tetejére, ami belekerül. És antiallergén, úgyhogy nem mehet bele semmi ilyesmi. Meg a minőséget, a mennyiséget kell lerontani. Úgy vagyunk vele. Ebben a családban bepárzáskoz anya kirepült, és biztos valami madár megfogta, és nem tudott visszatérni, és sajnos ez a család most anyátlanul van, ezért teszünk be egy másik anyát, amit a bepárzóból kivettünk otthon, a Nuklaus Parkból, és hogy fogadja el, és tudja megint fejlődni a család felfelé, mert nagyon a népessége elhasználódott, eldolgozta magát, és ha nincsen a családban anya, akkor előbb-utóbb eláll a nyársadike és szétrepül. Akkor most kapnak egy új anyát. Így van. Egy idei friss anyát. Hány család foglalkozik méhészettel körülbelül itt a magyar lakta vidékeken méhészkedéssel? A vállalkozó szövetségébe, a méhész csoportba per 175 tagunk van. De sokan vannak, akik még nem csatlakoztak hozzá, de szándékoznak csatlakozni, mert akárhogy nézzük, ha együtt vagyunk, könnyebb a problémákat megoldani. Akár egy ilyen mérgezése, vagy bármilyen probléma van, egyik a másikán, ha segít, sokkal könnyebb az élet az embernek. Akkor jelentős lépés volt, amikor a vállalkozó szövetségen belül megalakult a méhész szakosztály. Így van. Nagyon nagy segítség, mert többször kapunk ki segítséget Magyarországról is. Kis műlépet, vagy ilyen kisebb támogatásokat sikerül ilyen pályázatokat nyerni vállalkozó szövetségének. Nagyon nagy segítség, mert leülünk, fórumokat tartunk, beszélgetünk, betegségeket hogy kell kezelni. Egyik a másikát okosítja az ember, mert több ember leül, mindenki kicsit másképp csinálja, akkor könnyebb a gondokat megoldani. És egyébként mennyire egy biztos bevételi forrás a családnak a méhészkedés? Hú, ez most egy jó kérdés. Mert jó bevételi forrás, csak az, hogy a piactól függő. Mikor milyen a... Mert az áru mindig úgy működik, hogy ha van vevő, akkor van ára. De ha nincsen vevő, kicsit nehéz eladni. Ukrajnában milyen a méznek az ára, hogy tudják eladni a mézet, mennyire nagy a kereslet rá, mert most hál' Istennek van már tárgyalások Kanadával. Szeretnék vinni a mélycsaládokat Kanadába is. Az idén kicsit nehézkes volt, mert aki nem adta el az ukrán húsvétig, húsvét után nem nagyon volt rá kereslet. Sokan kivárták az utolsó percet, és akkor rajta maradt a sok rengeteg méh. Mondjuk itt Gecsébe is van olyan ismerős, akinek 200 család méhe megmaradt, itt Váriba 150 család megmaradt szintén. Ugye azoknak elég nehéz lesz az idején, mert akácméh se volt. Várták, hogy az akácból pergetnénk, kicsit lesz mit eladni, de az eső elmosta az akácmézet. És a családokat pedig fent kell tartani. Azért ezt szeretni kell, ezt a munkát. Nagyon ezt, ha nem szereti az ember, akkor előbb-utóbb abba hagyja. Mert rengeteg méhész fiatalon elkezdték, velem is együtt elkezdte az egyik ismerősöm, ugyanis szintén vett két családot, felfejlesztett 13 családig, utána eladta mindet, azt mondja, neki erre nincs ideje. Nem elég a mézet, a méztermékeket megtermelni, előállítani, értékesíteni is kell. Mióta működik itt a méhészboltjuk Jánosiban, illetve mennyire ismert most már az emberek között? Hát minél tovább, annál ismertebb. A méhészbolt már működik itt ott 4 éve, elindítottuk. Egy kis polccal indult az egész mindenség, ahogy kitettük itt a gránitkertbe. És azóta folyamatosan fejlesztünk, és már egy szobára felfejlődtünk, ahol már nagyon sok méhész termékünk van. Több fajta mézünk, akátméz, több méhészetből, vegyes virágok, grecska méz, lucernás méz, és nagyon sok fajtánk van. Környéken ilyen méhészbolt csak itt van az egész járásban, legközelebb Munkácson van, avagy Ungváron és Szőlősön. A Beregszászi járásban egyetlen méhészboltunk sincsen, a miénken kívül. Az idei méz, friss mézet nagyon kérték, már most mai nap folyamán kiraktuk a polcra, tegnap előtti pergetés. Megtalálható itt nagyon sok fajta van, lucernás mézünk, grecskás mézünk van, vegyes virág többféle méhészetekből. Na, meg egy kis mézes pálinka. Lucernás, grecskás méz, ez mit jelent? Tehát, hogy a méhészet keveredik? Ott volt a grecska föld mellett, grecska tábla mellett, és onnan hordták meg. Itt lehet jönni kóstolni, mindenki, én javaslom, mindenki próbálja meg, hogy mit vesz, és akkor tudja, hogy miért adja a pénzét. Törekszünk az árakat legeslegalacsonyabb szinten tartani, mert ettől minőségi mézet csak drágában tud venni.
gyógyászati eszközöket, krémeket is készítenek a mézből. Ezek a mézek mind természetes alapanyagokból készülnek, tartósítószermentesen, és sokféle hatásuk van. Például ez itt egy ilyen gombás kiütésekre való, herpeszre, ilyen egyéb gombás kiütésekre való. Vannak égési sérülésekre való, csontokra való krémek, bőrrepedezésekre, akkor viszerekre, menjünk tovább. Akkor van ilyen testápoló olaj, ez is nagyon jó, kényezteti és ápolja a bőrt. És például ezeket a krémeket mennyire elterjedtek a köztudatban, vagy mennyire használják is valóban az emberek? Hát mennyire... aki vette, az még eddig senki nem panaszkodott, mindenkinek nagyon tetszik, és vannak folyamatos visszatérő vevőink rájuk. Vitaminbombák is találhatóak itt a polcon, amik a méz mellett más gyümölcsöket, olajos magvakat is tartalmaznak. Ezek nagyon-nagyon elterjedtek, és nagyon szeretik az emberek vásárolni, főleg fiatalok, tanulók nagyon veszik. Tele van mindenféle magvakkal, a mogyorok, a diók mind serkentik az agyműködést, és nagyon jóak a vérre, szívre. Napraforgó mag, akkor tökmag található benne, többféle mogyoró, mandula, kesúdió, fenyőmag, erdei mogyoró, dió, rengetegféle magvak megtalálhatóak benne. És ha jól látom, akkor pálinka is készül. Igen, az is házi készítésű. Az hány fokos vagy hogyan készül? 55 fokos a pálinka, és mézes, minden mézes, és különböző ágyas pálinkák, van például alma, szilva, van sima. A propoliszordatról annyit lehet tudni, hogy rengeteg vitamin van benne, nagyon jó az immunrendszerre, gyomor problémákra. Különbözőféleképpen lehet használni, lehet mézbe, lehet vízbe keverni, vagy kenyérre, attól függ kinek, hogy nagyon jó, nagyon szeretik az emberek, nagyon sokan vásárolnak. Van ilyen propoliszoldatos szájspray, ez például mandulagyulladásra, vagy ilyen belső szájüregi betegségekre alkalmazható. Ez is, hát szerintem egy szuper készítmény. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazin műsort a közösségi médiákban is. Viszontlátásra!